Egerben születtem, és oda jártam zeneiskolába, és aztán kerültem fel Pestre, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolás Gimnáziumba, és onnan egyből felvételt nyertem New Yorkba, Bard College-ra, ahol pedig kiderült ugye, hogy nem csak egy szakot kell választani, tehát nem csak zenét, hanem még egy akadémikus tantárgyat is, és így jött az ötlet, hogy még egy nyelvet tanuljak a német nyelvet, angolul. És ennek keretein belül pedig most ebben a szemeszterben Berlinben tanulok, amit szintén nagyon élvezek, és Berlin remek, remek város. Szeretettel köszöntünk ezzel a szép klarinéttel együtt. Köszönöm szépen. És arra kérünk, hogy mutatkozz be. Sallai Noémi vagyok, klarinétozom, és Francais téma és variáció című darabját fogom előadni. Kíváncsian várjuk.
Ez nagyon komoly. Ez, nekem ez a harmadik. Elképesztő, hogy mit tudsz a hangszereddel. Elképesztő, hogy hogyan tudod kifejezni ezt a rengeteg karaktert, ezt a rengeteg érzelmet. Egy pantomimot látunk, biztos, hogy Gergő meg fog szólalni, mert színpadra kívánkozik minden mozdulatod. Hát sajnos már ugye szobraink elfogytak, de hát a virtuális szobor tőlem már is megvan. Köszönöm szépen. Virtuózitás maximálisan a zenei kifejezés szolgálatába állítva, és csillagos ötös darab választás. És amit a szemeiddel művelsz, és hogy ez végig leköveti, ha nem hallanánk a klarinétot, akkor is tudnám, hogy miről nem szól a darab. Nem csak a szemeiddel, egyáltalán az egész mozdulata, a játéka. A levegő vételeid irigylésre méltó. Köszönöm. Szobrunk nincs, helyünk van, és én már most kétségbe vagyok zuhanva, hogy mi lesz, amikor három lesz, meg mikor egy lesz, igen. És miért azokból ki kell választani egyet. Ennyi zseni közül. Gratulálok, hogy olyan szépeket mondtad. Sallai Noémi sem személyesen tudta meg, tovább jut-e.
A 22 éves lány ugyanis Berlinben tanul. Oda kellett visszautaznia az iskola miatt. Hello! Hello! Szia, Noémi, hallasz? Halla! Gondolom, hogy emlékszel rá, hogy nagyon megdicsértünk, amikor a színpadon voltál. Van benned valami igazi vagányság, valami erő, valami profizmus. Meg kellene egy picit tanulnod, még többet adni saját magadból. De mindannyian nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy ezt te hogyan teszed meg. Úgyhogy várunk vissza a középdöntőbe, mert tovább jutottál. Szuper. És itt leszel a virtuózokban továbbra is. Gratulálok!